egyre több aranyverset olvastam, többször gondolkodtam el azon, hogy vajon az emberi pszichét kik ismerik a legjobban. A költők, írók, művészek, a pszichológusok, vagy esetleg az édesanyák? Az első gondolata, amikor újraolvasta a verset? Abszolút az anyai szeretetnek valami olyan mértéke, amelyik lenyűgözi az embert. És hogy különösképp pszichológus szemmel és pszichológus aggyal mindezt valahogyan befogadni most, találkozni vele azt is jelenti, hogy valahogy elhelyezzem ezt a típusú szeretetet valahová, a szeretetek sorában. Mert hiszen egy nagyon kényes fogalomnál járunk, mikor az anyai szeretetről beszélünk. Mert mikor szeretünk jól? Ugye van ez az általános üzenet, hogy a szeretet olyan, ami feltétel nélküli, szeretlek akkor is, ha éppen nem vagy szeretetre méltó, mert a szeretet örök, mert befogadtalak a szívembe. De az anyai szeretetnek van egy olyan fajta mély biológiai determinációja is, ami a kötelékből adódik, hogy mi a gyermeket a szívünk alatt miközben növesztjük, eközben mi olyan organikus, tehát szerves kapcsolatba kerülünk, amiben a gyerekünk első szívdobbanása bennünk, a gyerekünknek minden mozdulata bennünk olyan, ami egy velünk. Tulajdonképpen úgy esszük meg, fogadjuk be a külvilágot, hogy miközben mi az anyatejet szívjuk, eközben a szeretetet és az elfogadást is magunkba szívjuk. József Attila, akinek most muszáj ide idéznem, akkor is, ha más költőről van szó, de ide kell idéznem azt a Kései Siratónak több befejezését írta. Az egyik befejezés úgy szól, kinek kedvéért ne piszkíts csak ágyba, ha már szemmel se szoptatsz. Most ez megmagyarázza azt a különleges tényt, hogy az anya közben testéből tejet ad a babának és szoptatja, eközben szemével szoptatja, azaz önti bele a tükörneuronjain keresztül a szeretetet, elfogadást, és tulajdonképpen így lesz az, hiába van már az, hogy te külön vagy, én külön, a felismerés fokozatosan, hogy más a mama és más vagyok én egy kis önálló lény vagyok, valami ebből a kötelékből, csak mint egy meghosszabbított köldökzsinór, így kell elképzelnünk, működik. Na most az anyával ez az alapvető, mély köldökzsinór, ez a szerves, organikus kapcsolat, ez megmarad. Az a szeretet, amelyik a távol levő, életveszélyben lévő gyermekéért utána síró, utána levelet küldeni szándékozó anyában megjelenik, az azt hiszem a féltő óvó szeretet magaslata. Hogy türelmetlen a lélek, bár már a levelem ott volna, bár már tudnék róla hírt. És amilyen csodálatosan meg van ez komponálva, ugye, hogy nincs attól gyorsabb és tökéletesebb üzenet, küldés és váltás, mint maga a lélek üzenete, amikor kopogtatnak az ablakon, és ugye, hogy ki is az, hogy egy fekete holló Hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló. Szóval ugye itt egy szimbólummal van dolgunk, mert mi pontosan tudjuk, hogy nem ment el a levél, és nem jött vissza a válasz, mégis teljesen arról szól a dolog, hogy a vágyak szélsebes szárnyán ment is a levél, és jött az üzenet, a megnyugtató válasz. Itt nem a túlaggódó, túlféltő szeretet ártalmairól van szó, hanem ennek a felemelő mi voltáról. Hogy egy ember, aki megkapja ezt a szeretetet a másiktól, annak van kiért és miért élnie, mert van valaki, akihez tartozik. És hogy az életben ugye a boldogság pszichológia világított rá, de ilyen nagyon élesen, hogy ha egyetlen ember is van, aki számára te vagy a legfontosabb, és viszont akkor már esélyed van arra, hogy boldog legyél, mert a szeretet kötelék az, amely leginkább gyökeret ereszt a valóságba, és ad életértelmet. Mert az életértelme az, hogy kiért élek, miért élek. És ezért olyan döntő, hogy tudjak válaszolni erre a kérdésre, de ki?
ön is, meg bárki, aki ezt most hallja vagy látja, hogy kiért élsz, miért élsz, és ha erre meg tudod találni magadban a választ, akkor rendben van, egészségben élsz, esélyed van arra, hogy boldog legyél. Azt mondja Emőke, hogy a legfontosabb az, hogy önazonosak legyünk, és tulajdonképpen azt, amit érzünk, azt adjuk vissza. Említette, hogy nagyon közel áll a szívéhez az irodalom. Arany János mennyire képviselte ezt az önazonosságot, hitelességet? Igen, ő nagyon érzékeny és kicsit pessimista, nagyon szerető szívű, gyöngéd lelkű költő volt. Ugye az Őszikékben, ahol ő valahogy búcsúzkodik, ugye a Szigeten írt kapcsos könyvben, amikor úgy búcsúzik a élettől, ifjúságtól, egészségtől, különösen tetten érhető, hogy milyen érzelmi hullámhosszokon játszik. Ő egy igazi érzelmi ember, akinek a líráját összehasonlítva, hát mondjuk vegyük Ady Endrét. Ady Endre olyan módon saját egóját becsülő, azt fölemelő, a saját értékeit meglehetős narcisztikusan képviselő vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messzifény. Igen, szóval ő nagyon tudta önmagát értékelni. Arany János ehhez képest szelíd volt. Olyan, hogy most eszembe jutott a Szép Ilonkából egy pár sor. Hervadása liliomhullás volt, ártatlanság képes bánati. A szavaiban volt a gyöngétség és a líra. Tehát tulajdonképpen neki nagyon emocionális lelke volt a költőiségében. Pilinszky viszont az elvont szikár mélységek költője. Olyan módon tudott írni egyszerű szavakkal, azt hiszem, hogy szeretlek, lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. Tehát így költők megkülönböztethetők olyan szempontból, hogy végtelenül elárulja az egész lényüket, az, amit írnak, és ahogyan fogalmaznak, és hogy egy anyai szeretetet valaki úgy tudjon megfogalmazni, hogy empatikusan az anyai lélekbe beleélve magát, dacára, hogy férfi. Ez csak úgy képzelhető el, hogy volt egy olyan édesanyja, aki végtelen szeretettel és gyöngétséggel nevelte ezt a fiút. Úgyhogy ezért nyilván onnan jön, hogy amit ő letöltött, és amit ő magába hozott emocionális érzékenység, az férfi embert meghaladóan mély és igaz, empatikus. Ezért születhetett egy ilyen vers.